Az önkormányzatok idén is pályázhattak a szociális tűzifára, aminek az elbírálása nem sokára megtörténik, így szeptember-október körül már rendelkezésre áll minden településen megfelelő mennyiségű alapanyag, amit aztán a hátrányos helyzetű családoknak ki tudnak osztani. Siolgárdon is felkészültek a térre, idén a korábbinál több tüzelőt igényeltek erre a fűtési szezonra. Az igények leadása után általában nálunk ilyen 30-40 család szokta azt a szint alatt lenni, akik kapnak szociális tűzifát. Lehet, hogy az idén emelünk a limiten, csak azért, hogy minél többen beleférjenek, és ezzel is megpróbáljuk talán segíteni azt, hogy azt az 1-2 hónapot át tudják vészelni, ami a saját erőnk felül kell nekik. A tűzifa támogatás egy lakóingatlanban évente egy alkalommal csak egy személynek állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Kétjen 46 köbméter tűzifát igényelt az önkormányzat a téli időszakra. Azokat kell előnyben részesíteni, akik valamilyen szociális ellátást kapnak. Viszont a rendeletnek van egy olyan része is, hogy az önkormányzatnak is valamekkor a mozgásszabadságot adnak. Nálunk a tavaly ez úgy volt, hogy azok a nyugdíjasok, akiknek az összbevétele nem éri el a 85 ezer forintot a családban, vagy ha egyedül maradtak szegények, akkor ők is pályázhattak, és akkor elméletileg ez 10-13-14 családot szokott érinteni. Páriban körülbelül 60-80 családot érint a szociális tűzifa támogatás. Hatalmas segítség. Nagyon sok esetben viszont sajnos csak átmeneti segítség, tehát két hetet, egy hónapot tudnak maximum áthidalni a kapott tűzifa mennyiséggel, attól függ, hogy mekkora az ingatlan, illetve hányan élnek abban a háztartásban. A rászoruló családok igénylésüket egy kérelemi nyomtatványon minden év szeptember 1. és 30. napja között nyújthatják be. Pozitív elbírálást követően az önkormányzat gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.